Volt idő, amikor a hazai elitligának számító HFL-ben a döntőt célozta meg a Tigers, az elmúlt két szezonban azonban a koronavírus járvány, illetve létszámhiány miatt nem indított önállóan csapatot a klub. Az előző idényben a rutinos nyíregyházi játékosok a Deas Gladiators csapatában szerepeltek, és a Divízió 1-ben az elődöntőig jutottak a debreceniekkel. Az edzők pedig toborzókon igyekeztek, illetve igyekeznek megtalálni azokat, akik a következő szezonban magukra húzzák majd a tigrisek szerelését. A köztudatban szerencsére annyira nem kerültünk ki, azonban nyilván nem segítette a csapat marketing értékét az, hogy nem tudtunk saját csapatot indítani a tavaly előtti szezonban. De azon vagyunk, hogy egy újrakezdés, egy újraépítésen menjen keresztül a csapat, és hogy jövőre már, a jövő évi bajnokságban már egy saját csapattal tudjunk indulni, ha nem is a legfelsőbb osztályban, de legalább egy alsó osztályban, akik itt és most kezdik el, azok már tudjanak minden hamarabb pályára kerülni, és ezáltal egy plusz motivációt nyújtsunk számukra azzal kapcsolatban, hogy minden hamarabb elérhessék azt az álmot, hogy ők is amerikai focistaként pályára lépjenek. Az alelnök a pályán is szolgálja a tigriseket, és játékosként állítja, semmivel össze nem hasonlítható élményeket lehet szerezni egy amerikai futballmeccs szereplőjeként. Ha bárki ilyet már átadrenalin fröccsöt bármilyen kapcsolatban is, akkor az nyugodtan jöjjön ki, mert ez egy olyan adrenalin fröccs, amikor 1000-1200 ember üvölti az ember nevét. Ez egy olyan adrenalin fröccs, amikor a pályán ütközünk, csattanunk, stb. Megvannak az amerikai futballnak azok a szépségei, amik más sporttal nem tud visszaadni. Nyilván kinkeserves és lemondásokkal jár, és rengeteg mindent oda kell tenni az asztalra, hogy ez működjön, és minden valaki úgymond profi szinten üszesse ezt idézőjelesen. Azonban egy olyan visszacsatolásokat kaphat, akár a közönségtől, akár a barátodásságtól, és igen, ez a második családja lesz ennek az embernek, aki ide jár hozzánk, amit más sportág szerintem nem biztos, hogy úgy tud visszaadni, mint az amerikai futball. Mint Erdei Áron elmondta, ősszel még tartanak egy toborzót. Ameddig az időjárás engedi, addig a régi MG pályán edzenek, közben pedig keresik azt a csarnokot, ahol a téli időszakban készül majd a Nyíregyháza Tigers.